Zöld, azaz környezetvédelmi témában végzett kutatást az Ifjúságkutató Intézet és a Klímapolitikai Intézet. Aki itt van velem, az dr. Székely Levente, az MCC Ifjúságkutató Intézetének vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mire voltak kíváncsiak? Hát ebben a kutatásban, amit ezer fő megkérdezésével kérdez, végeztünk, itt 15-29 évesek voltak a Célcsoportunk és reprezentatív kutatást készítettünk. Alapvetően két fő kérdése volt ennek a kutatásnak. Az egyik az, hogy miként vélekednek a, a fiatalok a környezetvédő zöld szervezeteknek az akcióiról, és a másik pedig, hogy milyen szervezeteket ismernek, illetve milyen influencerekről tudják, hogy, hogy ilyen témában szoktak tartalmakat megosztani. Mondja, ilyenkor mi alapján választják ki a témát? Annyira aktuális most a zöld politika vagy a környezetvédelem, hogy fontos tudni azt is, hogy mennyire ismerik ezeket a szervezeteket a fiatalok? Tehát ilyenkor mi vezérli önöket a témaválasztásban? hogy teljesen őszinte legyek, a témaválasztásban ilyenkor két dolog szokta vezérelni a kutatót. Az egyik az, hogy mi a kutatónak az érdeklődése, tehát hogy melyik az a terület, amelyiket fontosnak tart, ami, ami őt személyesen érdekli. Másrészt meg azt a területet, azt a kérdést igyekszünk vizsgálni, amiről azt gondoljuk, hogy fontos, és ezzel úgymond a, a tudományos ismereteket, vagy akár a, a sajtónak az érdeklődését, illetve tágabban értelmezve a, a társadalom érdeklődését, azt el tudjuk érni. És, és azt gondoltuk, hogy, vagy azt gondoljuk, hogy ez a téma fontos, és, és, és talán úgy lehet legjobban eljutni a, a célcsoportjainkhoz, tehát akár a fiatalokhoz, akár tágabban, értelmezve a társadalomhoz, hogyha ezzel olyan módon is foglalkozunk ezzel a témával, ami talán egy kicsit közelebb van a mindennapokhoz, így például azon, abból az oldalból próbáljuk, vagy arról az oldalról próbáljuk megközelíteni ezt, ami az embereket érdekelheti, hogy kik azok a személyek, kik azok, a, melyek azok a szervezetek, amelyeket ezzel a témával azonosítanak. 15-29 év közötti fiatalokat kérdeztek, ismerik-e a hazai környezetvédő szervezeteket, avagy inkább a nemzetközieket, vagy mindegyiket nagyon jól? E, nem. A hazai <laughs> szervezeteket jellemzően nem ismerik. A, azt találtuk ebben a kutatásban, hogy ami igazán a fiatalok számára ismert, az a Greenpeace. És minden más szervezetnek az ismertsége az ehhez képest jóval csekélyebb. Tehát a fiataloknak az 57%-a arra kérdésre, hogy meg tud-e nevezni hazai vagy nemzetközi zöld szervezetet, a Greenpeace-t említette. További 18% említette a a WWF szervezetét, és aztán jön az első magyar szervezet, a Kék Bolygó Alapítvány, amit 6% említett meg, és nagyjából ugyanilyen a nagyságrendben említették a Fridays for Future szervezetet is. El szoktak ilyenkor, szoktak az okokat keresni? Tehát, hogy vajon miért lehet az, hogy sokat foglalkozik ez a korosztály ugyan a környezetvédelemmel, de ennyire nincs tisztába azzal, hogy milyen civil szervezetek állnak mögöttük, akár Magyarországon, akár a nemzetközi nagyvilágban? De ezek a kutatások általában ezek nem alkalmasak arra, hogy ennyire mélyen menjünk egy, 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 egy kérdésnek az elemzésében. Ott általában kvalitatív jellegű kutatásokat szoktunk végezni, de máskülönben hát a, a, ez az 57 os Greenpeace-es arány, ez egy kifejezetten magas aránynak minősül, tehát hogyha mondjuk egy másik fontos témában kérdeznénk, mondjuk az állatvédelemmel kapcsolatban, vagy, vagy, vagy akár mondjuk jogbiztonsággal kapcsolatban, vagy, vagy számtalan olyan társadalmi kérdés van, amivel kapcsolatban, hogyha végzünk kutatásokat, akkor nem hiszem, hogy sokkal-sokkal hogy magasabb arányokat kapnánk. Tehát, hogy én ezt tulajdonképpen nem tartom uh -huh. rossz aránynak, vagy rossz visszaigazolásnak. Mi a helyzet a környezetvédelmi influencerekkel? Te, ugye ebben a, a, a kérdésben két kiemelkedő személyiségünk van. Az egyik egy nemzetközi hatással bíró személy, ez a Greta Thunberg, akit a, fiatalok, aki tudott mondani ilyen influencert, ott 32% említette meg, és a második helyen pedig Áder János volt köztársasági elnök szerepel 26%-kal, aztán Puskás Péter, majd Leonardo DiCaprio, is, és néhány olyan szintén színész vagy, vagy híres ember, aki ilyesmivel is foglalkozik, viszont ők viszonylag kevés említést kaptak. Mi a tanulsága a kutatásnak? Hát a kutatás ennek a részének a tanulsága annál nem több, mint hogy alapvetően a nemzetközi szervezetek, és, és a, a, alapvetően egy nemzetközi zöld influencer van jelen a fiatalok fejé, magyarországi fiatalok fejében is leginkább. A másik részének, a kutatás másik részének, ami azzal foglalkozik, hogy, hogy miképpen ítélik meg a különböző hát ilyen környezetvédelemmel kapcsolatos akciókat, annak a részének meg az a tanulsága, hogy a magyarországi fiatalok kevésbé, Tartják jó ötletnek az olyan klímaalarmistáknak a, a különböző akcióit, amelyek például a, a, a neves alkotásoknak a, a festékkel való leöntésével, vagy forgalmas utak lezárásával, vagy, vagy nagyon megosztó. Üzenetekkel kampányolnak, és sokkal célra vezetőbbnek érzik az olyan tevékenységeket, mint a szemétszedés vagy a faültetés. Nekem az jutott még egyébként eszembe, hogyha környezetvédelemről beszélünk, és klímaváltozásról, akkor a jövőnkről beszélünk. Tehát pontosan ez a korosztály az, aki a jövőben ezeknek a következményeit el fogja szenvedni, vagy ha sikerül megállítani, akkor örülni fog neki. Tehát igazából a magyar hazai környezetvédő szervezeteknek ezek szerint lenne tennivalójuk, hogy eljussanak ehhez a korosztályhoz, hiszen nem tudnak róluk, láthatatlanok a fiatalok számára. Vagy például egy levegő munkacsoport sem nagyon került. Ugye sok olyan szervezet van Magyarországon, hazai szervezet, akik komoly tevékenységet végeznek ezen a téren. Ők nem feltétlenül azonosítódnak, hogyha ilyen szót lehet uh -huh. használni a fiatalok szemében, mint zöld szervezet. Tehát itt Elsősorban média hatásról érdemes beszélni ilyen ügyben, tehát, hogy melyek azok a szervezetek, illetve melyek azok a, a szereplők, amelyek át tudják ütni a, a, a médiának az a, a inger küszöbét, és ezzel eljutnak a, a célcsoporthoz. Tehát, hogy, hogy van egy csomó olyan szervezet, illetve személyiség, aki ebben a témában sokat tesz, tehát konkrét tevékenységet folytat, de valószínűleg az ő médiabeli megjelenésük pedig csekélyebb, és ezzel kevésbé van ott a, a, a fiatalok tudatában, kevésbé jelenik meg azzal a címkével, hogy na igen, ő egy zöld szervezet, vagy ő egy, egy zöld influencer. Környezeti fenntarthatósággal foglalkozó nonprofit szervezetekre és véleményvezérekre kérdezett rá az Ifjúságkutató Intézet és a Klimapolitikai Intézet közös kutatása. Dr. Székely Leventét, az Ifjúságkutató Intézet vezetőjét, igazgatóját kérdeztük a kutatás eredményeiről. Köszönöm szépen, szép estét kívánok önnek! Köszönöm szépen, hasonlóan szép estét kívánok!